Napokon belül itt a Super Bowl, és én mivel másról is tudnék hozzájárulni ehhez a fantasztikus eseményhez, mint hogy adok nektek egy kis receptet snackire, háromfajta sült burgonya, ha úgy tetszik, chips fog elkészülni a kedvenceitek ízvilágába, úgyhogy kezdjük is el. És hogy mi is lesz ez a három snack variáció? Először steak burgonya, új hagymás tejfölös mártogatóval, utána pikáns piros paprikás szórással egy hasább burgonya, legvégül pedig a chilis lájmos fűszersó elkészítésének titkát fogom megmutatni, ezt pedig a klasszikus cheeseburgonyára fogom ráhinteni. Most pedig elsőnek kezdjük a steak burgonyával, amihez burgonyát elő is főztem, ezt fogom steak alakúra fölvagdosni. Föllettek szeletelve a krumpli, úgyhogy őket most egy laza mozdulattal egy sütőpapírral bélelt tepsibe átrántjuk. Azután minimálisan eloszlatjuk, és hát egy kevés olajjal megöntözzük. Jó, sózzuk. Most pedig összekeverjük egy picit. És ha ez megvan, akkor mehet is be a sütőbe. Szerintem olyan 200 fok elé lesz neki alsó-felső sütésen, amíg szép aranybarnára nem pirul. Amíg a krumpli sül, elkészítem a már korábban ígért tejfölös újhagymás mártogatót. Ugye ez nagyon sok esetben szintén, mint egy fűszersó szokott helyet kapni a chipseken, a boltok polcain, de hát most azt gondoltam, hogy egy kicsi variációt vigyünk bele a dologba, és mutassuk meg, hogy friss alapanyagból hogy lehet ezt elkészíteni. Tehát most fogok néhány fej újhagymát, és apróra fölvágom őket. Ugye a zöldje, az nagyon nem kell. Fogok egy kevés tejfölt, ami a mártogató alapja lesz, és ebből egy nagyobb tálba belesenderítek egy keveset. Utána, hogy kicsit krémesebb, lágyabb legyen, egy pici tejszínnel kínálom meg, majd pedig jöhet az új hagyma. Majd a végén kicsit összekeverjük, megkóstoljuk, hogy mennyit is bír el igazán, de egy gereszt fokhagymát addig is szépen megfelezünk, nyilván attól függően, hogy mekkora fűszerek, zöld fűszerek, jöjjön bele egy kevés petrezselyem, apróra vágva. Tudom, sokan vagytok, akik nem szeretitek feltétlen a kaprot, legyen szó tökfőzelékről, vagy egy ilyen finom mártogatósról. Hogyha ilyen eset állna elő, akkor azt mondom, hogy nyugodtan hagyjátok ki. Viszont én azt gondolom, hogy aki szereti, hogy van benne egy kis kulináris bátorság, bár nem mintha annyira nagy kéne ehhez, egy keveset egészen bátran bele lehet rakni, ugyanis egészen fantasztikus és váratlan módon fel fogja tudni dobni ennek a kis szósznak az ízét. És ha már elkezdtük, akkor ne is álljunk meg a kapornál, tényleg csak egy-kettő menta levelet is vágjunk apróra, és őt is tegyük bele. Legvégül pici fűszer, kevés só, kevés bors, és egy alapos keverés. Steakburgonya tejfölös újhagymás mártogatóval pipa, most pedig jöhet a hasábburgonya piros paprikás szórással. Ehhez fogom a kedvenc hangszeremet, a mandolint, amit kellőképpen bebiztosítottam, hogy véletlenül se tudjam a saját ujjaimat levágni. Persze ettől függetlenül egészen nyugodtan lehet rá fogadásokat kötni, de annyit mondok, mint a kaszinók esetében, hogy a ház visz mindent. Úgyhogy meg is fogom itt ezt a kis célszerszámot, amire föl kell senderíteni magát a burgonyát, és elkezdem szépen használni ezt a feltétet. Hogyha nektek nincs ilyen, ami ilyen kis vékony hasábokat vágna belőle, akkor nyugodtan meg tudjátok kézzel is csinálni. Na tehát ilyen kis hasábok jöttek ki a történetből, úgyhogy őket egy picit érdemes leitatni, hogy a nedvesség tartalmától megszabaduljunk, és ne fröcsögjön össze-vissza a forró olajba, úgyhogy erre a legjobb eszköz lesz egy papírtörlő, meg még egy, ami közé behelyezzük a kis nedves krumpli hasábjainkat. Amíg pedig a krumpli pihen, a pikáns paprikás fűszerezést fogom elkészíteni, ahogy ígértem, hiszen egy Jani mindig megtartja a szavát. Szóval első körben ugye látjuk három darab piros por van itt előttem három kis edénykében, akár itt a piros, hol a piroshozni is lehetne, és az lenne a jó hír, hogy mindenki nyerni fog, főleg, hogyha megcsináljátok ezt a kis fűszerezést, szóval először is füstölt piros paprikából mehet bele egy tálba. Utána
sima, édesnemes piros paprika, körülbelül ugyanennyi. Legvégül pedig cayenne bors van benne, ha minden igaz, cayenne paprika, hogy szokjunk le erről a megnevezésről. Hát kiki annak fényében, hogy mennyire szereti a sípőset. Én most azt gondolom, hogy mindenki, aki meg fogja ezt kóstolni, pont ilyen mértékben szereti. Legvégül pedig egy kis szárított snidling vagy petrősejem is mehet bele, hogy egy pici szint adjon, valamint só. Ha ez megvan, összekeverjük. Én szerintem só az még mehet. Ebből is. Miután pedig egy picit megszáradtak a hasábjaink, mehet is bele egy igencsak felforrósított lábasnyi olajba. Ugye arra nagyon fontos, hogy figyeljünk, hogy ne legyen egyrészt az olaj hőmérséklete túl alacsony, másrészt pedig, hogy ne égjenek meg a krumplit, tehát nagyon gyorsan el fognak készülni, úgyhogy menjünk bele. Ja igen, meg egy harmadik dologra is, hogy kis kötegekben készítsük el, mert ha nagyon sokat berakunk, le is fogja megint hűteni az olyót. A hasább burgonyát kiszedem az olajból, egy kicsit leítatom, majd megszórom a paprikás fűszersóval. Most pedig következzen, amire mindannyian vártatok, a chips burgonya egy kis csilis lájmos szórással. Ehhez először a már előző körben is használt mandolint fogom használni, de egy másik feltétel, a kezünket megpróbáljuk nem levágni, úgyhogy védőkét használunk hozzá, és induljék a buli. Szépen, türelmesen levágdosom. A krumpli szeleteket úgy, mint az előbb két papírtörlő közé helyezem, hogy egy kicsit leítassam róluk a nedvességet. Ennek a fűszersónak az egyik központi eleme a csipotle, ami nem más, mint a halapenyó paprika füstölve, valamint szárítva. Már a színéből is láthatjuk, hogy elég durva cucc lehet. Most nem fogom ezen a ponton megkóstolni, de nagyon kellemes, mély, tömény, erős illata van, úgyhogy ebből teszek egy picikét, hogy azért legyen csípése, legyen húzása, forró legyen, mint a babám szíve, úgyhogy odoroskodás félretéve következőnek egy pici só is kerül bele, utána korianderporból egy kevés, római kömény, egy pici fokhagymapor, barna cukor, és ugye a csilis lájmos fűszersó utóbbi része, a lime, de ennek nem a levét fogjuk bele tekerni, hanem a héjából egy keveset belereszelünk. Jó alaposan összekeverem, és meg is vagyunk. Az előzőekhez hasonló módon a chips burgonyát újfent kisütjük forró olajban, ezt is leítatjuk, és jó alaposan megszórjuk a csilis lájmos fűszerkeverékkel. Ezzel meg is van mind a három sült burgonyánk, jöhet a falatozás. Tehát akkor nézzük, első körben ugye a szép burgonya, ezzel a kis újhagymás tejfölös mártogatóval. Biztos kézzel hozza azt, amit kell hoznia. Mondanám, hogy a magyaros ízek kedvelőinek, de igazából mindenkinek. Hatalmas nagy szeretette, és hát legvégül a legszebb maradt a legvégére, gazdagon, meghintve fűszersóval. Lime és chili. Ez lesz az új blogom címe is, és hogy minél hamarabb el tudjam kezdeni ezt írni, ezért az lenne a javaslatom, hogy csináljátok meg mind a három sült krumplit, toljátok be az arcotokba, élvezzétek a Super Bowl döntőt, aztán találkozunk legközelebb. Jancsi Jani voltam, na, szevasztok!